Az ősz az év legbőségesebb évszaka, számos gyümölcs és zöldségfajta érik be ezekben a hónapokban. A gazdag időszak a mai nagypiac kínálatán is meglátszott. A kellemes napsütésben zajló vásáron termékből és vásárlóból sem volt hiány. Ami a nap legkelendőbb gyümölcsét illeti, szőlőből igencsak sok fogyott a piacon. A fehér császlá elnevezésű változatát 3,5 leért, a feketét, amely a muszkát nevet viselte, 6 leért mérték. Kápjából, paradicsompaprikából, paprikából és padlizsánból egész hegyeket láttunk a mai vásáron. A vinete kivételével, melynek 2 lej volt kilója, mindenik kilóját 4 lejért számították. Az eltennivaló uborka 3,5 lej volt, a torma kötéséért 2,5 lejt kértek, a paradicsomért 3 lejt. A fehérhagyma kilója 2,5 lejbe került, a piros kibédi változata 3 lejben. Téli káposztát is lehetett már kapni, ennek kilóját 1,5 lejért számították. A piac előső bejáratánál homoktövist, somot, piros áfonyát és csipkebogyót, közismert nevén hecsedlit is lehetett vásárolni. Az áfonya és homoktövis litere 10 lej volt, az 5 literes vödör somot pedig 20 lejért árulták. A környékbeli falvakból érkező kistermelők asztala is roskadozott az őszi finomságoktól. Egy kötés sárgarépát 2 lejért, a celler és petrazselymet pedig 3 lejért lehetett megvásárolni. Volt zöld passzú is, 8 lejt kértek kilójáért, a csemege kukorica csövéért 1 lejt. Már kapható volt a krizantém és az árvácska is, előbbi 8, utóbbit 1,5 lejért lehetett megvásárolni.